Üdvözöllek benneteket! Aktuális feladatunkban hatványokkal való műveleteket gyakorlunk. Számíts ki az A kifejezés értékét, amely M az ötödiken, osztva N az ötödiken. Ha tudjuk, hogy az M értéke mínusz 2, az N értéke pedig 2, vagyis plusz 2. Helyettesítsünk be! M az ötödiken, vigyázat, mivel az M negatív szám, tegyük zárójelbe, tehát mínusz 2 az ötödiken, osztva, és az N-nek az értéke pedig 2, tehát 2 a negyediken. Azt látjuk, hogy az egyik hatvány alap mínusz 2, a másik hatvány alap pedig 2. Így nem tudjuk elvégezni a műveletet, mint azonos alapú hatványok. Viszont figyeljük meg a mínusz 2 az ötödiken. Tudjuk, hogy ha egy negatív számot páratlan kitevőre emelünk, akkor a negatív előjel megmarad. Ha itt páros kitevő lenne, akkor a negatív előjel átalakulna plusz, tehát pozitív előjellé. Ezek szerint a mínusz 2 és az az ötödiken, mondtuk, hogy a negatív előjel megmarad, tehát kiírhatom a mínuszt, és írhatom folytatásban, hogy 2 az ötödiken, immár nem kell a zárójelet írni. Ezek szerint 2 az ötödiken, osztva 2 a negyediken. Így már azonosak az alapok, alapot lemásolom, kitevőt kivonjuk, viszont ne felejtsük el a mínuszt. Ha egy negatív számot osztok egy pozitív számmal, az előjel mínusz lesz, ahogy már mondtuk a hatványok osztásakor, alapot lemásolom, az a 2, kitevőket kivonom, 5 mínusz 4 az 1, amit nem is kell kiírni, tehát a végeredményünk mínusz 2. Így akkor az üres vonalra rá is írhatjuk, hogy az A kifejezés értéke mínusz 2. Köszönöm a figyelmeteket!